Dr. Olá Lajos lett az országgyűlési képviselő. A Tóth Aladár Zeneiskola koncertje a Hunyadi téren. Kormányablak nyílt az Andrássy úton. Környezetnevelési pályázat díjátadója. Közönség találkozó a Terézvárosi Rátkai Klubban. Április 14-én a Terézvárosi Híradót látják, Bajer Ilona vagyok, köszöntöm Önöket. Az április 6-ai országgyűlési választásokat Terézváros és Erzsébetváros közös jelöltje dr. Olá Lajos nyerte meg. Az eredmény a végleges szavazatszámlálás után, vagyis április 11-én derült ki. Ekkor bontották fel a lezárt urnákat, közéjük keverve azoknak a választókerületben lakóknak a voksait, akik a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel szavaztak. Dr. Olá Lajos az MSZP, az Együtt, a DK, a PM és az MLP közös képviselőjeként lett a győztes. Az idei őszig folyamatos zenei műsorokkal szórakoztatják a Hunyadi téren a muzsika barátait. A Térzene Zenetér sorozat legutóbbi koncertjén a Tóth Aladár Zeneiskola jazz tanszakos növendékeiből alakult zenekar lépett fel. Az idén 110 éves Tóth Aladár Zeneiskola az ország egyik legrégebbi alapfokú oktatási intézménye. A zeneiskola tehetséges jazz tanszakos növendékei alkotta alkalmi együttes előadásában népszerű jazz melódiákat hallhatott a megújult park zenepavilonjához kilátogató közönség. Erre a Hunyadi téri felkérésre, amit az önkormányzattól kaptunk, a 6. kerülettől állt össze kifejezetten ez a csapat, aminek két része volt. Az egyik zenekari gyakorlatosok voltak az elején, és a másik csoport volt a második részben. És különböző szinten játszó zenészek nagyszerűen tudtak együtt játszani. Tehát ez egy olyan műfaj, amiben belefér az, hogy egy alacsonyabb szinten lévő tudással rendelkező fiatal diák már tud játszani a nagyobb tudással rendelkezőkkel, és ez fejleszti is őket nagy mértékben. Tetszik ez a rendezvény, jó hangulatos így most a tér, hogy van zene. Elég sűrűn járunk ide hétköznap, és a fiammal, családdal focizni főleg, és szombatonként a matinéra meghallgatni a szaktai zenekarokat. Jó magam is játszok, úgyhogy térzenében is, egy másik kerületben. Szeretjük, hogy így megújult a kerület piacot, nagyon szeretjük, szeretem a piaci hangulatot. Nagyon kellemes itt a szökőkúttal, a fűvel, családdal, focival, zenével együtt, így nagyon teljes. Imént a kis zenekarunk játszott egy koncertet a Hunyadi téren. Klassz közönségünk volt. A gyerekek zenekari gyakorlaton vesznek részt az iskolában, és ezt mutattuk meg néhány szám keretén belül, amik alapvetően amerikai jazz standardek. A koncerten közreműködött Kovács Miklós, Wolford András, Berki Dávid, Klécs Roland, Adrián Skovronek, Majsai Roland, Grósz Vendel, Jakab Gergő és Bánfölvi Avenár. A zenekedvelő hallgatóság soraiban feltűnt a téren a kerületünkben élő ismert zenész Majsai Gábor is, aki nagyon élvezte az igényes muzsikát. Ilyen fórum arra jó, hogy mindenféle stílust és zenekart a kezdőktől a profibig be lehessen mutatni, és eldönti ki maga, hogy mi az, ami neki tetszik. Én magam is ezt szeretem, amikor egy teljes palettát lehet megnézni mindenféle szinten, akár a diákokat, akár az idősebb korosztályt, és mondjuk idősebbeket még azért megnéznék.
megnyílt a főváros 9. kormányablaka az Andrássy út 55-ben. A 10 ablakos helység hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 8-ig tart nyitva. Az okmányirodai ügyekkel együtt összesen 265 féle ügytípus lehet majd itt elintézni. Az egyablakos ügyintézésnek köszönhetően jellemzően 5 perces várakozási és negyedórás intézkedési időre lehet számítani. Az új kormányablak első ügyfele Paor Lilla, a 6-os csatorna főszerkesztője volt. További információkról a www.kormányablak.hu oldalon tájékozódhatnak. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Balatoni Mónika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Pesti Imre, Budapest főváros kormány megbízottja és Terézváros polgármestere, Hassai Zsófia is. Friss az élmény, friss a helyszín és friss a vakolat, még érezzük a felújítás illatát. Elég csak belépnünk ide és már is nyugtázhatjuk. A megújult magyar közigazgatási rendszer részeként most létrejött szolgáltatási pont valóban méltó környezetben került kialakításra. Az iroda óriási üvegablakain át, ugyanis Európa egyik legszebb sugárútjára láthatunk rá. Itt a bejárattól jobbra pedig kiváló ötlettel a századfordulós, s nem a legutóbbi századfordulós oktogon felnagyított fotója szolgál a helyiség díszéül. Mit jelent az, hogy az állam gondoskodik az állampolgárairól? Elsősorban egy kommunikációs csatorna, ami most már a kormányablakokban reményeink szerint egy egészen megújult környezetben, egészen új és modern infrastruktúrában, egy olyan informatikai rendszerrel, ami szinte a 21. század felé mutat. Azt gondoltuk pár évvel ezelőtt, hogy ennek az óriási mamutnak érdemes neki menni, érdemes ezt a mozgást, ezt a 4,5 órás ügyintézési időt, azt a gyomorszorító idegességet, amit a hivatallal szemben az állampolgárok éreztek, azt az áttekinthetetlen akta folyamot eltüntetni, és egy gyors, hatékony, egyablakos ügyintézést felépíteni. Egy olyan okmányiroda kerül most átadásra, pontosabban kormányablak kerül átadásra, amely valóban 21. századi, és aki itt körülnéz, azt látja, hogy ez egy olyan kormányablak, amelynek a külleme, megjelenése bármelyik nyugat-európai multi cég vezetőinek az irodájában megfelelő lenne olyan minőségben. Az igényesen berendezett ügyféltér, a gyereksarok, a 21. századi infrastruktúra, az egyablakos ügyintézés, a szakképzett munkaerők mind-mind azt szolgálja, hogy az ide betérő polgár a jó állam koncepciója szellemében könnyen és gyorsan intézhesse ügyeit. A Szinyei Merse Pál utca 4 szám alatti régi okmányiroda a polgármesteri hivatal ügyfélfoglalási idejében továbbra is fogadja az ügyfeleket. Megszűnik viszont a Szófia utcai ügyintézési lehetőség, helyiségeit a kerületi gyámhivatal veszi át, megteremtvén ezzel a még színvonalasabb gyámügyi munka lehetőségét. Nevelem a szüleimet a környezetvédelem jegyében. Ezzel a címmel alkotói pályázatot hirdettek idén februárban a kerület óvodásainak és iskolásainak. Az április 10-i diátadón a Terézvárosi Önkormányzat szív óvodája, a Bajza utcai és a Derkovics Gyula általános iskola csapatai kerültek a nyertesek közé. Külön díjat kapott a Fasori Kicsinyek óvodájának csapata. Az eseményen Terézváros környezetvédelmi és környezeti nevelési tanácsnoka, Matokanovic Lidia értékes ajándékokat osztott ki. Többek között mikroszkópokat, mini meteorológiai állomást, merített papírgyártót, virágpréskészítőt, lufi hajtású jármű összeszerelő készleteket adott át több mint 140 ezer forint értékben. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT vezérigazgatói különdíját a Szív Óvoda Katica csoportja nyerte meg az Együtt élünk a természettel című munkával. A nyertesek alkotásai május 11-ig tekinthetőek meg az 5-10 közösségi és kulturális színtér aulájában.
Paor Lilla volt a vendég a Rátkai Márton Klub családias hangulatú közönség találkozójának. A hatos csatorna ügyvezető igazgatója és főszerkesztője Zalka Ilonának, a klubtitkárának mesélt szakmai és magánéletéről. Ezen a délutánon Paor Lilla televízió személyiségként, főszerkesztőként és előadó művészként az élet, a művészet, a televíziózás, a nagymamaság és a vitorlázás szépségeiről vallott. Hogy a fiaddal együtt dolgozol, az szerintem nagy öröm lehet. Hát ha egy ember a saját családjával tud együtt dolgozni. Hány olyan vállalkozás van, ahol a szülők megteremtettek nagyon sok mindent, és a gyerekek nem viszik tovább. És az egész széthullik, mint a... vagy szétgurul, mint a bors, a borsó. Hát nálunk ez nem így van. Na, és azt mondja, hogy nem szerencsés. Szóval erről ennyi. Tehát végül is nem szerencsés. Azt mondtam, csak azt mondtam, hogy... Nem volt szerencsé. Nem, azt mondtam, hogy nagyon sok mindenben szerencsés vagyok. Ebben is. De voltak... Voltak, amikor nem lépések, voltak. Amikor sokkal szerencsésebb lehettem volna. A Rátkai Márton Klubban nagy hangsúlyt fektetnek a társasági és a művészeti élet ápolására. Rátkai Klubnak a küldetése az, hogy a művészetet és a művészeket egészen ember közelbe hozza, közelre, megismerje közvetlenül a közönség, a művészt, és azt a művészetet, amit nyújtani tud. Hiszen itt kicsik a terek, közvetlenül, ha tetszik, mellette ül, vagy pont előtte ül, és ez a legfontosabb. És van még egy, hogy olyan közönséghez szeretnék szólni, akiknek még van igényük a kultúrára, de már nem nagyon van pénzük rá. Ezért például most áprilisban nem tudnak elmenni az operaházba, hát az operaház fog idejönni 22-én. Tehát ilyen programokat szervezünk, aminek az a lényege, hogy minél jobban megismerjék a művészeket, illetve azt a művészetet, amit nyújtani tudnak. Ha valaki ismeri az életedet, az én vagyok, mégis döbbenten ültem itt melletted, és olyan dolgokat tudtam meg, amit eddig még soha. Mi motivált, hogy ilyeneket is elmondjál, amik nem igazán közönségnek való? Azt gondoltam, hogyha olyan is közönség lesz itt, akik úgy nagyjából ismernek engem, mert a tévénézők közül is sokan ismernek, hiszen azért, amikor beszélgetek, akkor beszélgetek. Mindig beleszövöm egy picit magamat is ravaszul a Lillás reggelikbe, de ettől függetlenül, tehát sok mindent tudnak róla, mint ahogy te is, tehát azt gondoltam, hogy olyan dolgokat kéne elmondani, amit tényleg nem a szabvány vagy a sablon, és most ezek jöttek ki. Nica jól kérdezett, és olyan dolgok jutottak eszembe. Biztos lehetett volna mondani olyat is, ami tényleg a standard, és akkor mit tudom én mi. Én azt gondoltam, hogy most tényleg a kulisszák mögé tekintünk egy kicsit. Önök a Terézvárosi Híradót látták. Kérem, írjanak nekünk, vagy telefonáljanak a képernyőn látható elérhetőségeken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!